Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok, sziasztok, a szakellenőr. Ma egy tipikus hibát fogok nektek megmutatni, és a helyzet sajátosságából adódóan csak fényképfelvételt készítettem, de hát ezen is kiválóan be tudom nektek mutatni azt a problémát, ami gyakorta előfordul. Egyébként ez így első ránézésre egy nagyon szép rakás kép, ki van csapózsinorozva, kiválóan el van készítve a létezés, azonban valami súlyos hiba előfordul. Én azt mondom, hogy súlyos hiba, hiszen manapság, amikor már ennyi képzés, információs anyag rendelkezésre áll, akkor ennek nem kéne így lennie. Megnézzük majd a tetőnek a szélét, ennek a bevágott tetőidomnak a szélét, és akkor ott észre fogjuk venni, hogy van néhány cserép, ami elég kajszán áll. Nézzétek meg majd bal oldalt a következő képsorokon, hogy hogyan állnak ezek a cserepek. Vannak egészen kicsi darabkák is, és tulajdonképpen ez a probléma, hogy egészen kicsi darab cserepeket vágtak ide be. Itt van előttünk a kép, látszik, hogy egészen aprócska cserepek vannak itt, amik bizony képesek elbillenni. A következő képen, amikor a tetőnek a jobb oldala lesz, ott még inkább fog látszódni, hogy túlzottan kicsi cserép darabok vannak. A gyárnak erre az a megoldása, hogy az egész cserepeket követően a vége fele be kell rakni egy fél cserepet, azért, hogy a vágás az egy olyan cseréből történjen, hogy körülbelül átlósan vágjunk el egy nagy cserepet, és akkor már nem fog billegni. Egyébként ez teljesen bevett szokás, nagyon sok cserépfajtához kapható már a félcserép. Nem tudom, hogy ez itt miért maradt el. Különösen a másik oldalon lesz ez látványos, ahol ilyen sárga nyilakkal is jelöltem azt, hogy hogyan is kellett volna ezt csinálni. Ott a sárga nyilak mutatják azokat a picike cserepeket, amik be fognak billenni, és ott látszik is az alsó nyílnál, hogy hogyan megbillen a cserép, hát ezzel örök probléma lesz. Úgyhogy én nagyon javaslom, hogy rendeljünk fél cserepeket, és azokat alkalmazzuk. Lesz egyébként egy olyan kép, ahol itt pontosan lehet majd látni, hogy mire gondolok, hogyan kell betenni. Baromira nem lehet észrevenni, hogy ott egy-egy fél cserép be van téve, mert ezt kérdezték tőlem, hogy jó, hát akkor ott a rakáskép megváltozik, nincs ezzel semmi probléma, nyugodtan be lehet rakni, és meg fogjátok látni, hogy az teljesen helyre rakja a dolgokat. Itt zöld nyillal jelöltem egyébként azt a cserepet, ami átlósan van vágva, az úgy teljesen rendben van, így kellene kinéznie ennek a dolognak. Nem vagyok egy gyakorlott influencer, éppen ezért nagyon köszönöm, hogy már 30 ezeren feliratkoztatok a csatornámra, úgyhogy ezzel a videó egyúttal egy jubileumi videó is, hiszen éppen tegnap 30 ezer követője lett a csatornának, nagyon köszönöm nektek, és ami nagyon pozitív, hogy nagyon sokaktól azt kaptam vissza, hogy ez egy nagyon értelmes, intelligens követőtábor, mert nagyon normális diskurzusok alakulnak itt ki, építő jellegű hozzászólások vannak, kulturáltan beszélgetünk itt. Az az egy-két véletlen kivétel, pedig aki nem ilyen, hát azt köszönjük szépen, el tudjuk viselni, majd ha nagyon nem bírnak magukkal, akkor helyre tesszük őket. Szóval nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon jó, hogy értelmesen szóltok hozzá. Azzal tudjátok támogatni továbbra is a csatornát, ha értelmesen kommenteltek, hozzászóltok, értelmes és jó kérdéseket tesztek föl. Hozzáteszem, rossz kérdés nincs. És még talán egy dolog, írtam egy könyvet, aminek az a címe, hogy egyszerűen passzív ház, a könyv értékesítési oldalát nagyon könnyen megtaláljátok, és ha megvásároljátok, akkor nem csak engem, hanem a csatornát is támogatjátok, tök jó kedvem lesz tőle, és még nagyobb kedvel csinálok hasonló videókat. De nézzük akkor ezt a videó, és ezt a fényképet, hogy ezen mi látszik. Kék színnel jelöltem azokat az egész cserepeket, pontosabban azokat a fél cserepeket, amiket az egész helyet kell betenni, ezáltal megváltozik a ritmikája a sornak, és utána már egy egészből lehet vágni átlósan egy cserepet.
ami már sokkal stabilabban fog állni. Ha megnézitek, akkor a két köztes sorban szintén ilyen átlós vágás van, ott jól jött ki, hogy így mondjam, és ott nem kellett félcserepet betenni. Nagyon hasznos egyébként ez a félcserepes dolog, mert így sokkal stabilabb lesz ez a vágott cserepecske a végén, és egész pontosan nem cserepecske, hanem egy normális egész darab fog kijönni. Úgyhogy javaslom, amikor anyagrendelés van, akkor erre figyeljetek oda, ha ti rendelitek, ha a vállalkozó rendeli, akkor a vállalkozó rendelje meg, ha pedig nézitek az elkészült munkát, akkor érdemes erre is odafigyelni. Nem tudja a szakember szépen beigazgatni a cserepet, hogyha nincs félcserép. Én nagyon örültem annak, amikor a gyártók ezt rendszeresítették. Egyébként ez már elég régen megtörtént. Sokkal könnyebb ezzel dolgozni. Egy másik nagyon fontos dolog ennél a fajta lapos cserépnél, hogy kötésbe kell rakni, ez egyébként mindegyik gyártónak a leírásába benne van. Ez éppen a Terránnak a Zenit terméke, de a Bramaknak és sok más gyártónak van hasonló terméke, ugyanis, hogyha a cserépnek a csatlakozási pontjai egymás fölé esik, azaz hálóba van téve, akkor a csurgalék víz fugából fugába esik, lényegesen kisebb lesz a cserépnek a vízzáró képessége. Ezt egyébként nagyon sokszor elrontják, úgyhogy javaslom, erre is figyeljetek oda, és ne kérjetek ilyet a vállalkozótól, hogy kötésbe rakja, mert nem szerencsés. Vannak gyártók, akinek vannak termékei, amit kötésbe lehet rakni, de ez nem az. Úgyhogy építkezzetek jól, további szép napot nektek, és gratulálok, örülök, hogy így vagytok, és most már 30 000-en vagyunk ezen a csatornán. Sziasztok!